Ebben a mai videóban a bélflóra hasznos baktériumok szintjének hatékony növeléséről lesz szó, ételekkel és probiotikus készítményekkel. Szeretettel köszöntök mindenkit, itt Újhelyi Szabolcs Zoárt. A bélflóra, vagy más néven a bélbaktériumok az emberi mikrobiom legnagyobb részét teszik ki, azaz máshol is vannak baktériumok a testünkben, például a bőrön vagy a fülben, de a legtöbb a vastagbélben található. Probiotikus ételek, illetve a probiotikum tartalmú készítmények ezen bélbaktériumok szintjének a növelésében segítenek. A bélbaktériumok 90%-ban felelősek az emésztésünkért, a rostok emésztését is ők végzik, segítenek a gyulladás csökkentésben, és csökkentik a bélgázok és a puffadás gyakoriságát, erejét. A bélbaktériumoknak fontos szerepe van az aminosavak létrehozásában, amelyekből az agy és az idegrendszer főszereplői, a neurotranszmitterek jönnek létre, ezért a bélbaktériumoknak komoly hatása van a stresszre, a hangulatunkra, a szorongásra, a depresszióra, a pánikra és mindezek által az alvásunkra is. A probiotikum pótlás javít az inzulinrezisztencián, mivel a belegben lévő baktériumok az elfogyasztott rostokat, például amelyek a zöldségekben találhatók, egy butirát nevű zsírsavra bontják le, közismertebb nevén vajsav, melynek többek között vércukorszint csökkentő hatásai vannak. A rostokat elfogyasztó bélbaktériumok által termelt vajsav az egyik leghasznosabb vegyület a belegben, az egyik fő gyulladás csökkentő, nagy mértékben hozzájárul a mentális egészségünkhöz, illetve a sejtek megújulásához. Ha problémák vannak a májunkkal, mint zsírmáj, cirrózis, gyulladás, annak olyan eredményei lehetnek, hogy a káros baktériumok a bél falán keresztül, bekerülve a nyirokrendszerbe, elvándorolnak a test más részeibe, ahol különböző immunreakciókat, gyulladásokat, azaz problémákat okoznak. Ezért máj problémák esetén is igencsak fontos a hasznos baktériumok szintjének növelése ételekkel és készítményekkel. A baktériumok a belegben B-vitaminokat és K-vitamint is elő tudnak állítani. A baktériumok szintjét csökkenti a gyakori étkezés, más szóval a nasizás, a felszívódó szénhidrátok, tehát a cukor és minden, ami cukorra alakul, az antibiotikumok, az alkohol, a mesterséges édesítők, a stressz és a glifozát a GMO-s ételekből, mert konkrétan akadályozza a bélbaktériumokat az aminosavak előállításában. A hasznos bélbaktériumok szintjét legfőképpen erjesztett ételek bevitelével tudjuk növelni, illetve probiotikum tartalmú készítményekkel, ez utóbbiak olyan por, kapszula, folyadék vagy bármilyen más formában lévő készítmények, amelyek koncentráltan tartalmaznak hasznos bélbaktériumokat. A legjobb ételek, amelyeket napi szinten érdemes fogyasztani, ha növelni akarjuk a hasznos baktériumok számát, az a savanyú káposzta, a kovászos uborka, nem ízesített kefir és joghurt, a kombucsa, a kimchi, ez egy zöldségekből eresztett koreai étel, a mizó és mások. A hasznos baktériumok táplálékai a prebiotikumok, melyek közül legfontosabbak a rostok, azon belül is a zöldszínű zöldségekben találhatóak, mint brokkoli, leveleskál, kelbimbó, káposzta, rukkola, mángolt, sóska, spárga és a salátafélék. A spirulina és a chlorella algával is tudjuk táplálni őket, ugye a spirulina az valójában nem is alga, hanem egy cianobaktérium, tehát ott van a nevében, hogy baktérium, mely lényegében egy prebiotikum, azaz egy táplálék a belegben lévő baktériumok számára. A zöldeken túl más-más szempontból jót tesznek a hasznos baktériumoknak a hagymafélék is, a vaj, mivel a vaj már eleve vajsavat, azaz butirátot tartalmaz, tehát az egyik legfontosabb vegyületet a beleg számára, illetve nagyon jót tesznek a bogyós gyümölcsök is, mint homoktövis, áfonya, málna, szeder, berkenye, ribizli, fekete bozza, elsősorban a bennük lévő polifenolok és a rostok miatt. A vastagbél számára nagyon hasznosak az olyan rostok is, mint amelyek a savanyú almában, vagy az úti fűmaghéjban találhatók meg, mivel ezek salakanyag eltávolító, azaz méregtelenítő hatással vannak. A jó egészség szempontjából az is lényeges, hogy a bélbaktériumokból sokfajta legyen jelen, mert ez hatékonyabbá teszi őket, pont ugye, hogy egy hadsereget, ha sokféle hadosztály van, mint páncélos, légi, gyalogos, ezt pedig úgy érhetjük el, hogy változatosan fogyasztjuk a korábban említett zöldségeket, erjesztett ételeket és bogyós gyümölcsöket. Tehát a bélbaktériumok sokszínűségéhez a számukra hasznos ételek változatossága a kulcs.
Amikor nem eszünk, tehát a bőjt alatt a baktériumok megerősödnek és diversifikálódnak, tehát a bőjt egy rendkívül hatékony módszer, mind ahhoz, hogy erősítsük, mind ahhoz, hogy sokszínűvé tegyük a bélflórát. A legtöbb probiotikus készítményt ajánlott nem meleg, de főként nem forró ételekkel, folyadékkal bevinni, azért mert a meleg hatására a készítményekben lévő baktériumok elpusztulhatnak. A laktobaciluszokat és a bifidobaktériumokat, melyek a legnagyobb arányban és gyakorisággal fordulnak elő különböző készítményekben, a legjobb étkezések előtt egy 20-30 perccel bevinni, de talán a legfontosabb minden probiotikus készítmény esetén a rendszeresség, azaz, hogy nagyjából mindig ugyanabban a napszakban és helyzetben vegyük be őket. A laktobacillus, a bifidobaktérium és az enterokokkusz nemzetségbe tartozó baktériumok jól ellen tudnak állni a gyomorsavnak, tehát nem kell attól tartani, amit sok helyen hangoztatnak, hogy elpusztulnak a gyomorban a sav által. Köszönöm a figyelmet, ha hasznosnak találtad ezt a videót, ne felejtsd el kedvelni, nagyon jó egészséget kívánok neked, találkozunk a következő videóban, addig is az egészség legyen veled!